hova ez a nagy készülődés. Színfalak mögött sorozatunk újabb kiadásához ért, majd egynapos verziót mutatunk be, Szegeden játszunk idei év első bajnoki mérkőzését, és megint megmutatom, hogy néz ki a csapat élete. Hát kisebb viszonttagságos út után megérkeztünk Szegedre. Viszonttagság, mert az autópályán baleset volt és kitereltek minket, de megérkeztünk Szegedre. És hát nem a mögöttem látható sportcsarnokba, hanem a mellette lévő buborékos úszodában fogunk ma játszani. Sajnos még nem az új úszodában, amit pár héten belül adnak át, úgyhogy az egyik utolsó meccset játsszuk a régi sportuszodában, a buborékban. Nézzük meg a fiúk, hogy melegítenek. A sátron belül vagyunk már, tudjuk bemelegítenek. Kevesebb, 20 perc van hátra a meccsig. Sajnos nézők nincsenek, úgyhogy utolsó szegedi sátras mérkőzésünket nézők nélkül fogjuk játszani. Lassan kezdünk ezt hozzászokni, mert a hangulat hiányzik. Egy utolsó gondolat, még jól is jött ez ki, hogy nézek Szabó Zolira, hogy itt a medence térben van ez a beszélgetés, mert lehet, hogy életemben utoljára voltam ebben a medencében, ami gyerekkorom és későbbi játékos pályafutásom egyik meghatározó bázisa vagy helyszínem.